Paskai László Szegeden született 1927. május 8-án. 1945-ben a Szegedi Piarista Gimnáziumban érettségizett, és ezután augusztus 29-én Széchenyben belépett a Ferences rendbe, ahol a Pacifik nevet kapta. 1949. október 4-én tett örökfogadalmat. A rend szétszóratása után teológiai tanulmányokat folytatott, 1952-ben teológiai doktori címet szerzett. 1951. március 3-án pappá szentelték Budapesten, ezután Szegeden lett püspöki szertartó. 1955-ben Szegeden a szeminárium prefektusa és a teológiai főiskola tanára, 1962-ben pedig a szeminárium spirituálisa. Később a budapesti központi papnevelőintézet spirituálisa lett, 1973-tól pedig rektora. Hatodik Pál pápa 1978. március 2-án püspökké és veszprémi apostoli kormányzóvá nevezte ki. Püspöki jelmondata Lukács evangéliumából. In virtute spiritus, a lélek erejében. 1979. március 31-én Veszprémi megyés püspök lett. Második János Pál pápa 1982. április 5-én utódlási joggal kalocsai koadjuktor érsekké nevezte ki. 1986. június 30-án Lékai László bíboros halála után a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökévé választották. Egy évvel később esztergomi érsek lett, így Magyarország prímásává vált. Az ő meghívására érkezett hazánkba II. János Pál pápa. 1989. májusában Kárpátalján tett látogatást, ahol elindította a Római Katolikus Egyház újjászervezését. Hazahozatta Mindszenty József földi maradványait Máriacellből, és 1991. május 4-én újra temettette az esztergomi bazilika altemplomában, majd 1994-ben elindította boldoggá avatását. 1994. július 3-a és 9-e között Magyarországon a II. Vatikáni zsinat után elsőként megszervezte az Esztergom budapesti főegyházmegyei zsinatot. A zsinat szellemében elindította az Egyháztörténeti Bizottságot, amely évente rendez konferenciát Budapesten a főegyházmegye történetével foglalkozó kutatók részvételével. 2002. december 7-én II. János Pál pápa elfogadta a 75. életévért betöltött bíboros lemondását, ettől fogva a főegyházmegye apostoli adminisztrátora volt 2003. január 11-éig. 2003. március 23-án Batthyány Stratmann László boldoggáavatási szentmiséjén II. János Pál pápa mellett koncelebrált. Nyugdíjba vonulása óta Paskai László Esztergomban a Simor papi otthonban lakott. Minden évben részt vett a Beket Szent Tamás napi megemlékezésen, és aktívan segítette a lelkipásztorkodó papságot.